Jó reggelt mindenkinek! Ravaszociális írásaiból olvasunk, mondják az oldalszámot, ki okozza az imát, kérdéseket föltennek a tévén keresztül, a megfelelő kérdések kivesznek sugárazva a lecke során. Tehát a ravaszociális írásaiból olvasunk még egyszer. Ami bölcseink írják, hogy az embernek mindig imádkozni kell a teremtőhöz, és de először az dicsőjén keresztül utána imádkozni, és az embernek hinnie kell abban, hogy eljött egy olyan állapotban, ahol a teremtőért való munkáját érzi is, azaz érzi, hogy a hite talán nem olyan erős, mint kellene lennie, azaz képesnek lennie hinni a teremtőnben, hogy ő jóságos. És ez az érzés, amikor az ember látja, hogy nem tud a teremtőnek köszönet mondani tiszta szívvel, áldania kell azt, aki megengedte, hogy a világ létezzen így is, azaz, hogy aki annyira élvezte a világot, hogy köszönetet tud mondani a teremtőnek, hogy megteremtette ezt a világot, ez jelent igazán a világban lévő világ létezésen való örömet. És hogyha a fényt és az örömet megvizsgáljuk, ami nem szerezhető meg másképp, mint hogy az ember hálát érezzen miatt, és az a fájdalom, hogy az ember nem tudja dicsőíteni a teremtőt, amelyet a teremtő megteremtett tiszta szívvel, nem tudja áldani azt, aki azt mondta, hogy legyen ez a világ, és a hiány, az, ennek a hiánya fáj az embernek, azaz, hogy ez az érzés, el kell, hogy érje az embert, hiszen ez jelzi azt, hogy közel vagy terül, távol van a teremtőtől, és ezt hívjuk önszeretetnek. Ez adja meg azt, hogy része a teremtőnek az ember, vagy nem, azaz nem érzi az ember a teremtő nagyszerűségét, mert a teremtő el van rejtve az embertől. Ezért az ember nem láthatja az igazságot, ahogy írva van, hogy ez a te nap, életed és ezek a te napjaid. Tehát az ember nem érzeti a Tóra fontosságát, ahogy írva van, hogy ez a te bölcsességed és a te megértésed a nemzetek megértése. Tehát az ember minden egyes kijelentésre az ember kijelentette, hogy így van. Tehát ez egy nagy nemzet, aki bölcs, és megért az emberek működését. Amikor az ember pedig eljut ez az érzéshez, mi az a nagyszerűség, amiről a nemzetek beszélnek, akkor az embernek meg kell értenie, hogy működnek az emberek, amivel a Tóra az, amit meg kell tartanunk, és tudnunk kell, hogy ez a mi bölcsességünk, és meg kell értenünk, hogy ezt lássák a nemzetek is. Tehát, hogyha nem érzem a Tóra fontosságát, ebben az állapotban a visszaverődés, amikor az ember érzi, hogy mennyire távol van a teremtőtől, akkor nagyon sok referencia van a teremtőért való munkában, és akkor az ember elkezdi felébreszteni magában a dolgokat, hogy valamit tenni kell, és én nem tudok megmaradni az alacsony rendűségnek ebben az állapotában, az életem hátralévő részében. Tehát ez az idő, amikor az embernek el kell kezdeni dicsőni a teremtőt, hogy vigye közelebb őt, és segítse felülről, ahogy ezt a bölcseink mondják, ő, aki megtisztul, az segítséget kap. Más szóval, az embernek hinnie kell, hogy a szentségnek a fontossága el van rejtve az ember elől. Tehát az ember túl kell kerüljön ezen az elutasító gondolatokon és vágyakon, melyek az önszeretetből következnek, és akkor minden aggodalom kizárólag arra irányul, hogy tud tenni valamit a szentségért, melyet adakozásnak hívunk a teremtő érdekében. És biztosnak kellene az embernek abban, hogy a cél nagyszerűségét és fontosságát csak akkor láthatja a teremtő tekintetében, hogyha kéri a teremtőt, hogy nyissa fel a szemeit, hogy láthassa és érezhesse a cél nagyszerűségét és fontosságát, ahogy írva van, hogy Uram, miért utasítod el a lelkemet, miért rejted el az arcodat előlem? És akkor megjelenik a szív mélyéről egy ima, ami azt jelenti, hogy az ember egy időben valóban tiszta szívvel érezheti a teremtőjét, ahogy írva van, hogy ő az, aki eltörte a szíveket, és föl tudja szállítani mégis a szomorúságot. És akkor az ember arra gondolhat, hogy az ima felébresztése valóban a teremtőtől függ, aki közelebb akar őt magához vinni, és ezért várnia kell a teremtő megváltását, aki képes lesz azáltal
igazolni ezt, hogy elfogadja az ember imáját, és ahogy az ember kér, hiszen az ember érezheti a saját hiányát kérés közben, amit nem érzett előtte soha. Ezért, amikor az ember nem kap a teremtőtől, nem kap meg a teremtőtől azt, amit a teremtő szerintem meg kell, hogy adja, akkor mérges lehet, hogy a teremtő nem fogadta az ő imáját, és mások pedig azt látják, hogy az embert nem vitte közelebb a teremtő magához, mert nincs meg a megfelelő erősségű vágya a spiritualitásra. Azonban nem az a emberekhez hasonlók, akik valóban végtelenül hisznek a teremtőnek, hiszen a teremtőnek ezeket az embereket nem kell magához közelebb vinniük egyáltalán. Ez az ember, aki dicsőíti a teremtőt, annak imádkoznia kell azért, hogy közelebb vigyed a teremtő magához. A teremtő önmagában úgy tekinthető, nem úgy tekint a teremtőre, mint más emberek, hanem sokkal inkább ő magára tekint úgy, hogy magasabban, mint a többiek. Meg kell értenie az embernek, a világnak a célját, hogy a világ egy meghatározott céllal lett megteremtve, és mi az, amit el kell belőle érni. Amikor az ember más embereket tekint, akkor látnia kell a magányosságokat, összes cselekedetüket, hogy a saját előnyeikért csinálják, és az embernek éreznie kell, hogy ő másképp látja mindezt, hiszen az értelme és az érzelme másképp nyilvánul meg, mint más embereké. Sőt, gyakran az ember azt látja, hogy nagyobb az erej az emberek, mint bárkinek a csoportban, az embernek látnia kell, hogy az ember az, aki alkalmaként képes bizonyos gondolatokba belépni a spiritualitásba, de még nem minden vágya van az embernek a spiritualitásban. Tehát az embernek állandóan arra kell gondolni, hogy kilép az önszeretetből, és hogy valóban ezt az egész alacsony rendűséget is csak a teremtőre szabad megélnie. És a barátok már ugyanolyan komolyak, mint ő, mert mindenki csak a spiritualitásra gondol. Ebből kifolyólag az ember mégis a teremtőre, hogy az nem adta meg az imának az irányultságát. És benhagyta ebben az állapotban a barátok összehasonlításban. Tehát az embernek a valódi imája a szív mélyéről kell megérkezzen. Ilyen módon az imának az elfogadásával kapcsolatosan az embernek látnia kell, hogy talán fölé ennek a gondolatnak, az az írva van, hogy a teremtő minden ajakról meghallja az imát, azaz ezért kell teljes szívvel és teljes szájjal kérni az imával, mert a teremtő csak akkor tud segíteni, ha az ember így kér tőle valamit, és nyilvánvalóan a többiek is imádkoznak, de nem kapnak válaszokat, mert ugyan akkor hogy magyarázzuk el azt, hogy mégsem van meg a teremtő minden szájra minden imát. Válaszolom pedig azt mondja erre, hogy írva van, hogy az embernek már akkor az útra kell lépnie, mielőtt még választ kapott volna és hívást erre. Azaz, amikor az ember beszél hozzá a teremtő, már akkor hallania kell az embernek. Azaz, az embernek hallania kell a gondolatait a teremtőnek, és dicsőíteni kell a teremtőt, hogy segítsen. Nem azért, mert az ember a saját gondolatában mindig otthon van, hanem azért, mert tudja az ember, megvan a maga oka az kérésének. Ezért az értelem az, hogy az a teremtő előnyére akar az ember dolgozni, és a teremtő valóban azt akarja akkor az embert, hogy ez közel kerüljön hozzá. Ezzel egy időben a teremtő a saját hibáinak a gondolatát küldi az ember, ez is azért teszi, hogy a teremtő hozzákapcsolja az ember magához. Más szavakkal a teremtő az, aki közelebb viszi az embert, azáltal, hogy ad egy vágyat, hogy a teremtőhöz tudjon beszélni az ember, és ebből következik, hogy az imának az ereje már az ima előtt megnyilvánul, azaz a teremtő közelebb viszi az embert azáltal, hogy hagyja, hogy a teremtőhöz beszélsen az ember, ezt nevezzük úgy, hogy mielőtt te hívtál volna engem, én már választottam, mondja az Isten. Ezért a teremtő közelebb akarja vinni magához az embert, mielőtt még megjelent volna az ember értelmében ez a gondolat, hogy imádkoznia kell mindezekért a teremtőhöz.
De. Hogy a teremtő miért választotta őt, és miért hívta előtt erre az útra, hogy imádkozzon? Erre azonban nincsen válaszunk. Ehelyett nekünk hinnünk kell az értelmfeltételeivel elejével, hogy ez így van. Ez az, amit mi úgy nevezünk, hogy a személyes gondviselésnek az irányítása. És az ember nem mondhatja azt, hogy én vártam a teremtőt, hogy adja meg nekem a felébresztést felülről, mert akkor képes lennék a szentségért dolgozni. Bálhászólán pedig azt válaszolja ezzel kapcsolatban, hogy a jövővel kapcsolatosan az embernek innen kell jutalomban és a büntetésben. Az embernek azt kell mondani, hogy ha én nem teszem meg magamért, akkor ki teszi meg értem. És ki van értem, hanem én? Hogyha én nem tudom, akkor ki fogja tudni? Ez azt jelenti, hogy az embernek nem kell egy másik pillanatra válni mindig, ehelyett sokkal inkább azt kell mondja, hogyha nem most, akkor mikor? Tehát nem szabad várni egy jobb időre, hanem egyszerűen neki kell kezdeni a szentség munkájának. És hogy ezt a bölcseink mondták, nem akkor kell tanulni, amikor van időm, mert lehet, hogy legközelebb már nem lesz időm. Az a tény, amiről válaszolom beszél, hogy az embernek innen kell a személyes gondviselésbe, azaz nem az ember hívja a teremtőt, hanem a teremtő az, aki elhívta az embert az útra, és azt mondta neki, hogy én azt akarom, hogy beszélj hozzám, kérj tőlem. És ebből következik, hogy az oka annak, hogy az egyén nem egyedül kell kezelni a teremtőt, hanem a teremtő döntése alapján. Ebből kifolyólag az embernek nem szabad azt gondolnia, hogy a teremtő nem hallja meg az imákat, hanem még azelőtt közelebb viszi az ember magához az embert, mielőtt az ember kérte volna ezt. Ezt nevezzük úgy, hogy mielőtt hívtál volna, én már válaszoltam, mondja a teremtő. Ebből az is következik, hogy az embernek, amikor felébresztést kap egy magasztos állapotra, akkor ezt nem csak, hogy egyénileg kapja, hanem a teremtő valóban egy érzés küld az emberhez, hogy valóban kérje azt az ember, hogy közel akarunk kerülni hozzá. Ezért mielőtt az ember megérzi a tényt, hogy távol van a teremtőtől, és imádkozott a teremtőhöz, közelebb vigye őt magához, az embernek addig kell imádkoznia, amíg köszönhetettem tudom, hogy tiszta szívéből, hogy a teremtő már akkor közelebb akarta vinni magához, mert az ember ezt megfogalmazta volna. A teremtő akarja, hogy az ember imádkozzon hozzá, ezért az embernek egy önellenzést kell tartani, hogy hirtelen miért jutott eszébe az, hogy belép a spiritualitásba, és akkor megpróbálja kötelezni magát a spiritualitás cselekedetre. Nyilvánvalóan, ha a teremtő küldte ezeket a gondolatokat, és ezt az ember ezt így is érzi, akkor tud kérni. Ez a jelentőség annak, amit a bölcseink mondanak, hogy az embernek állandóan dicsőítéseket kell kezdeni az imát a teremtőhöz. Más szavakkal, ahogy az ember elkezdi az ellentmondását felismerni a helyzetnek, a spiritussal kapcsolatban, rögtön egyrészt köszönet kell mondani a teremtőnek, hogy ezt a helyzetet okozta, másrészt pedig, hogy őrizze meg abból, hogy kizuhanjon a spiritusból. Utána pedig, amikor a teremtő magára akar vonni, akkor azonban köszönetet kell mondani, és dicsőíteni a nagy királyt, aki valóban csak közelebb akar vinni magát, magához az embert minden eszközzel. Ezért nem a szituációra kell imádkozni, hiszen az embernek ilyen van a Tórában, nem tud semmilyen megkövetset tenni az igaz és a hamis között. Tehát dicsőíti a teremtőt, hogy megmutassa neki az igazságnak az útját. És most már megérthetjük, mi az, amire a bölcseink azt mondták, hogy az Úr válaszolt nekik. Rabbi Levi mondta, hogy van egy hercegről egy történet, aki megpróbált az összes aranyát eljutatni a királyhoz. Mindenki azonban erre törekedett volna, mivel a törekvés arámul azt jelenti, hogy kérni. Ezért, amikor valaki valóban az apától kérni akarja az ember az ellentétességet, akkor tudni az embernek, hogy ez pont ellentétes azzal, hogy elvinni az apától valamit.
Azaz, hogy elmagyaráztuk az értelmét annak, hogy az ember miért akar közelkülni a teremtőhöz, mert a teremtő nem várja az embertől azt, hogy felébredje, hanem felébreszt az embert. Azaz, ezek után az ember dicsőíti a teremtőt, hogy ezt közelebb akarja vinni őt magához, és itt meg kell, hogy értsük az allegóriát, amit a vers is tartalmaz, és meg is válaszoljuk, tehát azaz nekem kell dicsőítenem, és imádkozom a teremtőhöz, és van egy allegória ezzel kapcsolatban, hogy az ember, annak az atya a teremtője, aki valóban közelebb viszi az embert, és vágyat ad el az embernek, amikor az ember imádkozik. Ez pontosan úgy, hogy a herceg vágyott az apjához. Más szavakkal, Izrael gyermekei valóban a hercegek, és meg kell érteni, hogy most kívül vannak a király palotáján, és mégis közelebb akarnak kerülni a teremtőhöz, azaz be akarnak lépni a király palotájába. És ez jelenti azt, hogy ki az, aki közelebb tud kerülni, ez a kérdés. Első kérdés, Bovőrsoponi fognak, mi a királypalotája, ez mit jelent az? Tehát mielőtt hívtatok volna, én már válaszolok. Milyen fajta feltételeket kell az embernek teljesíteni ahhoz, hogy úgy tekinthessünk rá, hogy ő belépett a király palotájába? Az az állapot, amikor a másikhoz van kötve, vagy kapcsolódva, és amikor megkapja a fontosságát és a nagyszerűségét a teremtőnek. Következett, amikor az ember érzi a gondolataiban és a hiányában, hogy ez mind a teremtőtől jön, tehát, hogy valóban, mintha még ha nem is úgy tűnne az embernek, mégis a kapcsolat az, ami nagyon fontos. Amikor az ember valóban egy felébredést kap a teremtőtől, hogy vágyik a spiritualitásra, és hogy valóban ez a vágy, ezek is mind a teremtőtől jönnek ezek a vágyak. A király palotája egy állapot, ami formaegyezés jelent, az adakozással való formaegyezés, akkor az ember megérezheti, hogy mi a király palotája. Ez egy állapot, ahol az ember készen áll a munkára, hogy örömet okozzon a teremtőnek. A király, aki uralkodik, akinek megvannak a saját törvényei és szabályai. A király palotában lét az azt jelenti, hogy az adakozásnak a törvényeit teszem magamra, a csoportnak a befolyását ezen a módon. A király palotája egy állapot, ahol az ember úgy ábrázol minden a teremtőnek tudom, hogy legyen az jó vagy rossz dolog, és hogy valóban mindent a teremtőnek tulajdonít, tehát ő az, aki ezt a helyzetet kiemelte és okozta, és ezen a módon akarja az embert magához közelebb emelni. A király palotájához csak imába jutunk el, mert az ima, amit felébreszt az emberben, azt, hogy az az érzés, hogy a teremtő ébresztette föl őt valójában. Az imának a lényege, hogy az embernek van a reformáló fény, tehát az embernek tudnia kell, hogy hogyan vált képes-e arra, hogy egyetértsen a teremtővel, és hogy mi az, ami feltár az ember számára, ez az, ami megadja az egyik korrekciójának a lehetőségét. Hát mit adjak ezt hozzá, mondja a srác? Az állapot, amikor az ember magát közelebb érzi a teremtőhöz, a felső erőhöz. Tehát közelség egyfelől. Rav. Milyen fajta összetapadás van a teremtővel? Az hogy kell képzelni? Tehát amikor, mi az, amit mi úgy hívunk, hogy valaki a király palotában létezik, ezt nevezzük összetapadásnak, ugye? Mit jelent ez? Hogy az ő palotájában vagyunk, mit jelent ez rajta? Köszönöm.
Milyen fajta összefogás lehet a teremtővel, amit úgy nevezünk, hogy jelen lenne a király palotájában? Hát valószínűleg előtt a barátokra kell gondolni, akik hogy tudjuk őket befolyásolni, hogy tudjuk elérni az adakozás minőségét, hogy tudunk be az állapotban valóban, mert nekünk hiányzik az adakozásnak a minősége. Tehát nyilván a hiánynak a lényege, hogy tudunk aggódni minden ugyanezen, ugyanolyan módon, közösen. Tehát az embernek ásnak enni minden állapotért. Amikor az ember érzi, hogy megerősítést kapott a többiektől, a barátoktól, amikor az ember megérzi, hogy csak az adakozás és szándékban kell, hogy legyen, hogy meglegyen a képesség az embernek, hogy adakozzon a teremtő felé, tehát hogy megértse, hogy minden a teremtőtől érkezett, hogy valóban, így érzem meg, hogy az adakozás erejét öleli magába, és csak a teremtő felé akar adakozni, ez a király palotája és az összefogás. Rav. Azt, hogy a király palotában élünk, ez azt jelenti, hogy mi a teremtővel akarunk összetapadni. Tehát valóban megértettük ennek az összetapadásnak a lényegét, hogy a teremtő az, aki elő-hátul körülöl engem, és valóban milyen feltétellel tudjuk ezt megtenni, milyen cselekedettel, milyen gondolattal és milyen vágyal, ez egy nagy kérdés, tehát hogyan tudom én ábrázolni mindezt. Talán ez olyan, amit válaszolom, úgy is ír le, hogy tényleg előhátra körülérte, Uram. Tehát, hogy valóban a teremtő az, aki beállt mind az ember életében. Tehát az embernek egy belső változás sorozaton kell keresztül mennie. Ezért az embernek tudnia kell, mit jelent a teremtővel való szembenézés. Amikor az ember eléri ezt a fajta szintet, ahol identifikálni tudja a teremtőhöz való kapcsolatát, akkor tudja, hogy ő és a teremtő egyé válhat, azaz, hogy ugyanarról tudna gondoskodni. Tehát ő és a teremtő valóban ugyanazt akarja. Tehát a teljes kapni akarás megjelenik az emberben, és akkor az ember kezd építeni egy ernyőt a kapni akarás felett. Itt van egy feltétel, ahol az ember valóban teljes egészében lenullázódik. Elfogadom mindent, amit a teremtő bemutat az embernek, azaz a gondolatait, a vágyait, a cselekedeteit, a szándékait. És akkor ez kifejeződik teljes egészében az ember felé, ez az, amit az ember összetapadásnak fog meg. Amikor az ember kilép önmagából, minden vágyából, amely a spiritualitás felé veszi az embert, és megpróbál maximálisan a barátokhoz tapadni, és a kapcsolat valóban a spiritualitás elérésére irányul, ezért az embernek egyetlen állapotban ezt kell ezt elképzelnie. Én azt gondolom, hogy ez egyébként valami nagyon egyszerű. Van egy konzisztencia, amikor az ember a spiritualitásban dolgozik, és az embernek nyilván belül kell élnie ebben a törvényrendszerben. Tehát az embernek valóban azt kell figyelnie, hogy egyik törvény hogy neutralizálja többit. Tehát hogy lehet ezt a kettőt egybeváltani? Tehát az ember hogyan válhat hasonlóvá teremtőhöz, minőségben, vágyakban, stb. Tehát az embernek tudni, hogy van egy feltétel, hogy van a hiánya, a kitöltése, és a kettőnek egyé kell válnia. Tehát az embernek ugyan meg kell még különbözőt az elején ezt,
hogy egyetlen valóságban élünk, az embernek éreznek, hogy mi van hiányunk, és ezt meg kell várni a kitöltést. Én azt gondolom, hogy itt egy elérésben kell lennünk 100%-ig, hogy, tehát a Teremtő az emberen keresztül nyilvánul meg minden egyes pillanatban, minden érzelemben, minden gondolatban így van. Ez egy érzés, hogy a Teremtő mindenen keresztül dolgozik. Azáltal, hogy korrigáljuk a környezetünkkel az egész világot, ilyen módon az embernek éreznie kell, hogy elválasztatlan része a környezetének. És gondoskodni kell arról is, hogy le lehet tudósítani a teljes rendszert, de csak amikor az értelemfeletti hídbe tudunk emelkedni, akkor kezdődik a folyamat. Még hogyha az elején az ellentétes is az emberrel, mert csak akkor, ha ez elkezdődik, látja az ember azt, hogy a helyes formájában, tehát ez az, ami a kapnakarásnak egy különleges megnyilvánulása. Tehát nem csak, hogy egyetértünk ezzel, hanem magunkra vonjuk mindezt, tehát így kell egyetértenünk mindennel, és az embernek érezni kell a különbséget állapotok között, és az, hogy ez elérhető, nem csak egyszerűen lenulláz az ember magát. Én azt gondolom, hogy tegnap egy jó példát kaptunk erre a pingpongra, ugye, amit Teremtővel történik. Tehát az ember, amikor pingpongot játszik, nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy a két pingpongozó Izraelben egymás ellen van, hanem ez inkább egy ilyen együttes táncot jelent. Tehát nem lehet az egyik ellentétben a másikkal, ez egy kombináció, amely egy, mindenképpen mind a két játékos részéről helyes hatást próbálja meg kiépíteni. Rav, kérdés van ezzel kapcsolatban? Ha van, akkor most Benzi fog kérdezni, amit hogy elnézem. Amit szeretnék érteni és tudni, hogy hogyan kell nekünk olvasni ezt a cikket helyesen. Tehát egyfelől kifejeződik a Teremtő közelsége, másfelől pedig az ember azt érzi, hogy nincs is annyira közel a Teremtőhöz, tehát csak magára gondol. Tehát mi a helyes módja ennek a cikknek az olvasásának? Hát jó néhány évig el kell olvasni, amíg az ember nem érzi, hogy valóban megváltozott, és sokkal közebb került az íróhoz, a cikk írójához. Erre nem tudok többet mondani. Tehát én nem tudom, hány szóvastam el, mondjam. Ezerszer is talán. Más írásokkal együtt. De bizony ez így megy. A tóra az emberen lépésről lépésre kezd el dolgozni. Milliméterre milliméterre változtatni az ember. Addig, amíg az ember felismer, hogy miről szól a történet, egyre jobban érti, hogy miről szól ez a történet. Hát nézzétek meg, hogy működik ez a kezdőkkel, amikor valóban nagyon nehezen tudtok egymásra dolgozni. És amikor azt gondoljátok, hogy a Tórát tanuljátok, azok, akik azt gondolják, hogy értik is a Tórát, mennyire valójában nem így van. Mert a Tóra az pont ellentétes az egóval. Tehát nyilvánvalóan jön a reformáló fény, és a kabala tanulásán keresztül nyilvánul ez meg. Tehát hogyan kell megfelelő módon viszonyulni ez a cikkhez, ez egy nagy kérdés. Hát mélyedjetek el ebben, újra és újra. Oké, tehát akkor nekem úgy kell várnunk kell, amíg engem befelsorol, vagy nem? Nem kell várni, dolgozni kell ezen. Tehát olvasol, tanulsz, az összes részletet tanulod, ami a kabbalisták ajánlották nekünk, hogy tanuljunk belőle, és a barátok között megpróbálom megvalósítani mindazt, amiről írnak, tehát ahol megkeresem azt a helyet, kiépítem a barátok együtt, ahol a fény ragyogni tud.
és a saját változásommal összhangban fogom megérteni, hogy ez mire van írva. Tehát fogsz egy az utcán egy embert, legyen ő a Hebernek a professzor, és sem fogja megérteni, vagy de leírva. Nyilván ő a saját maga tulajdonságának, felkészültségének megfelelően fogja interpretálni ezt, de ez egy másfajta felkészülést igényel, ha ennek a lényegét akarod érezni, ez egy belső felkészülés. A szívnek a felkészülése, a szív tanul, a vágy. A vágynak kell felpuhulnia annyira, hogy magadra tud vonni a betűknek az igaz formáját, a szöveg igaz formáját, hogy valóban elkezd érezni az igaz valóságot. Mi az, amit le van írva? Erről szól ez az egész. Ezért a tanulás által ez olyan, mintha dolgozol egy tésztával, mondja. A reformáló fény dolgozik a vágyon ezen a fajta módon, és amikor a vágy elkezd rugalmasabbá válni, puhábbá válni, mint a tészta, hogy lehet gyúrni, akkor képes fölvenni a az új formákat, amiket a szöveg hordoz magában, és nekünk nem a szöveget kell hallani, ami oda le van írva, hanem a szívünkkel kell meghallani a szöveg mögötti szöveget, hogy a szavak milyen változást hordoznak, és ez jelenti azt, hogy valóban a Tórát tanulmányozod. Azaz, hogy a szavak hogyan befolyásolják a szívedet. Így működik ez, mondja. És természetesen nagyon sok egyéb feltétel van még itt, amiről most nem beszéltünk. Tehát, az, hogy felpusd a szívedet, hogy az egót elküld a halálba. Nyilván az ember mindenféle dolgok történnek, hogy végezetül megértsd és megtanuld, hogy mi hogyan működik. Tehát, hogy érezd, hogy a vágynak, a kapnak aró szándékból, a magára irányultságból szó szerint ki kell fordulnia, és a szívet kell abban a lehetőségben megélni a Tórának megfelelően, hogy az megváltoztassa a vágy irányultságát. Ez olyan tök más, mint amit eddig az ember gondol. Tehát ezért az emberek el kell kezdeni érezni, hogy nincs más rajta kívül, hogy a Tórának a vizei kitöltik az ő vágyait, és hogy a Teremtő valóban az első és az utolsó, és hogy ő jelen van minden egyes pillanatában az ember életének, amennyire az ember valóban képes lenullázni a magát az adakozás érdekében, a bína szintjén, azaz, hogy meg tudjon szerezni az adakozás érdekében, amikor a vaskosságot, a vágy vaskosságát vissza tudja vezetni az ember önmagára, és el tud rajta kezdeni dolgozni a Teremtő segítségével, és akkor az ember biztos lehet abban, hogy a Teremtő vonalán dolgozik az ember, egy vonalon vagyunk, tehát az ember tudja ebben az állapotban, hogy nem én vagyok az első, és nem is a Teremtő, hanem valóban együtt vagyunk, ez a közösső vonal. Ez az, ahol a szeretet igazából megjelenik, a középső vonalon, de ez nem egyszerre kezdődik, és nem is hip-hop befejeződik, hanem szó szerint egyszerre jön ez, egy pillanatban, ez leírhatatlan ez a dolog. Ez a legnagyobb öröm. Amikor ezt megérzed, hogy együtt táncolsz, ez a legnagyobb ajándék, amit a Teremtő tud adni egy embernek. Ami utána történik, hát az ismeretlen, mondja rá. De ez már a lényegében a korrekció, hogy utána mi jön, ezt hagyjuk, mondja rá. Motimor. Rabas, ahogy a írja, tilos eltolni időben mindazt, amit meg lehet tenni egy adott pillanatban, azt meg is kell tenni. Tehát, ha nem most, akkor mikor? Ugye ez a kérdés, Rab. A legrosszabb esetben az embernek valóban nincs lehetősége, még egyszer, hogy
és hogy a munkát elutasítsa, mert mindenféle úton, módon erőfeszítést tud tenni. Lehet, hogy egyszer azt gondolja, hogy jobb állapot jön, meg tisztább állapot jön. A csürgetés jön, de ez nem jó. Mivel minden egyes pillanatban, minden egyes pillanat egy különleges pillanatnak minősül, ezért az embernek valóban az egységen kell dolgoznia, a saját erőinek az egységén, és akkor az ember helyes módon tud előre haladni, és gyorsan. Tehát mondva van, az, aki képes a pillanatot, Bála Szolám azt mondja erre, hogy az emberek nem szabad visszautasítani a munkát. Igen, ezt is mondja valóban. Tehát az embernek állandóan abban az állapotban kell lenni. Nem, ez nem kell elvárni semmit senkitől. Magadnak se kell elvárni semmit, hanem minden egyes pillanatban meg kell próbálni összetapadásban lenni azzal, aki kívül nincs senki. Tehát én az első, utolsó, stb. Oké, na de hogy lehet ezt megtenni? Ez egy permanens állapot, egy állandó állapot, amit el kell érned. Így kell a teremtővel kapcsolatot érezned. Következő. Ami a cikkből következik. Hogy ezt most nem értem, nároljatok. Tehát hiszen az embernek minden megvan tervezve, akkor mindig csak egy kicsit tudok előrébb. Ez így van, mondja Rab. Én összeszabadás vagyok a teremtővel az elejétől kezdve. Tehát ez időtől független, mondja Rab. Na most már értem, mit kérdezett. Azonban a teremtő valóban egy trükköt csinál itt veled, ahol én azt úgy érzem, mint a lennék róla válva. És én 100,000 féle felébredést kapok tőle közben. Nem tudok mindent, bármit megtenni ebben az összetapadáson. Az összetapadás pont azt jelenti, hogy én észrevettem, felismertem, hogy ő az, aki az én életemet vezényli. Tehát a gondolataimat, a bágyaimat, mindent. És az én munkám pontosan lesz, hogy ezt felismerjem, ezzel kezdődik. És az, aki felkevett ez a teremtőt, annak a szívben lévő pontról kell, hogy beszéljünk. Tehát csak ilyenfajta emberről lett szó. Tehát, ennek megfelelően én elkezdem az, hogy erőfeszítéseket teszek, hogyan tudom felfedezni, hogy én valóban összetapadásban vagyok, vagy nem. Nyilvánvalóan erről szól a cikk, a Nincs más rajta kívül című cikk. Ez az alapja a teljes munkának. El kell fogadjam, hogy ő az egyedüli főnök, irányító. Tehát nekem fel kell fedeznem, hogy a teremtő hogyan dolgozik rajtam, és hogyan hajt rajtam végre mindenféle fajta cselekedetet, gondolataimban, vágyaimban, mindenben, de én valóban összetapadásban kell legyek vele. Ez a teljes munkánk. Ez minden zavar fölött, mindenféle fajta probléma fölött szándékosan vezényli így ezt, tehát nyilván a lelked gyökerének megfelelően mindenki ilyen munkát kell végezzen, egy olyan fajta munkát, hogy amely ahhoz kell, hogy az ember felfedezze, hogy valójában már réges-régen összetapadás van a teremtővel. Ez a munka lényege. Nincs más. Ez a kabala bölcsességének a lényege. De ezáltal mi felemeljük magunkat az anyagvilág fölé, az istenségi állapotba, ami azt jelenti, hogy megtisztul az anyagunk, korrekciót is igénye lesz, hogy elérjük a 125 szinten keresztül az Istent, és így értjük el a magát célt. Az egész világ, a teljes történelem, minden, ami történik, az kizárólag ennek az elérése érdekében történik. Hogyha az ember
elfogadja az életét egy ilyen módon, hogy ez az, ami történik, így. Hogy valóban mindent a teremtő dönt el, a teremtő egyedisége, akkor az ember elkezdte a munkát végezni. És ez tényleg az emberen múlik. Lényegtelen, hogy mi történik, mondja Rav, ez a lényeg dologban csodálatos. Nincs más rajta kívül. Bármi is történjen, az minden felülről jön, tehát még egyszer, nincs más rajta kívül. A teremtő valóban mindenkivel egy trükköt játszik, százezerféle módon, egyedileg és kollektív módon. Hát nézzétek meg, hogy mi történik a világban. Mindenki, több milliárd ember, micsoda játékban vesz részt. Mindenki minden egyes ember számít, hiszen mindenki összetapadáson van a teremtővel. De az összetapadás valóban azt jelenti, hogy nincs más rajta kívül, jó és jó cselekvő, ő az első és az utolsó. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy elérjük ennek az állapotát, hogy ezt tudatosan érzékeljük. Az erőfeszítéseken keresztül lehet ezt elérni. Az összes részletében, az összes zavarral, amely távol tart bennünket ennek az érzékelésétől, amely felbosszant bennünket, amely nyomorultát ez bennünket, szégyenkezésbe taszít bennünket. Tehát az embernek tudnia kell, hogy mindezt a teremtő vezény egy olyan módon, hogy mi, ami mindenkinek keresztül kell mennie. Akiket a teremtő szeret, mondja, azokat üti. Mivel van a kapnak a rács, és különösen azokat, akik a kabalak a bölcsességére eljutottak, nekik egy nagyon makacs, különleges erő kapnak rások van, és elkölgyűsnek egy olyan állapotba, amin a kabalisták mennek keresztül, hogy de nagyon nehéz ez az állapot egyfelől, tehát amikor az ember, az utca ember, amikor keresztül megy ezen, akkor a több mint a fele csak egyszerűen ki megölné magát rögtön az elején. És amikor a kabalista, azon, amikor a kabalisták mennek keresztül, és meg kell érteni, hogy ez mindegy lehetőség, mert nincs más rajta kívül, és ez egy feladat az embernek, és így kell meghatározni a teremtőnek a nagyszerűségét, hogy mi történik, és ennek eredményeképpen érezni kell a teremtő szeretetét, érezni kell, hogy az ő vágya mennyire van korrigálva ezáltal, hiszen nincsen valóban kín a király palotájában, mert egyetlen erőtől függ minden, csak az embernek tudnia kell, hogy mi, hogyan történik. Nyilván ez nem egy egyszerű viselkedési formát jelent, amit egyszerű megtartani. Az embernek meg kell érteni, hogy minden pillanatban mi az adakozásnak az értelme. És ezen a módon kell viselkedni az embernek, és így kell magát fenntartania. És akkor sokat tudok megtapasztalni. Tehát nyilvánvalóan egy korrigált edény van, hiszen itt az ember bele van integrálva a többiekbe, és azért felelős önmagáé, de a többiekért is, pontosan ezáltal. Azonban, ahogy mondva van, hogy a király palotában való létezés azt jelenti, hogy össze vagyok tapadva azzal, aki az első és az utolsó minden pillanatot ő vezérel, nincs más rajta kívül. Azaz nincsen különbség gondolatokban, cselekedetekben, vágyakban, a között, ami a fényben történik, meg ami az én edényemben történik. Tehát én érzem minden mozdulatát az edényemben lévő fénynek. Ez az összetapadás. Tehát van egy általános kérdés? Van általános kérdés? Van. Ray Freudából kérdezi, hogyha vágy. Azt mondja a teremtőről, hogy tehát hol van a szándék a vágyak mögött, tehát a teremtőtől érkezik minden. Tehát nyilván az embernek kell megkapni a helyes szándékot a teremtőtől,
Nekünk minden egyes szinten ezt kell megtanulnunk, hogy hogyan. De én nem akarok túl sokat mondani erről, mert csak összezavarnálom benneteket. De nem mondhatom azt, hogy bármi történik, az minden felülről jött, és nekem kecsen semmit. Hát ez nyilvánvalóan így nem jó. Hiszen ez nem a módszernek a lényege, amiben mi dolgozunk. Tehát nekem el kell jutnom egy állapotba, ahol valóban ezt tudom identifikálni. Tehát nem csak, hogy hagyom, hogy történjenek dolgok, hanem úgy tapadok a teremtőhöz, hogy a segítség nélküliséget érezve egyszerűen eltölöm magam. Hanem ez egy munka, amit nekem ki kell fejtenem. Nem tudom, ki kérdezi a szándékról. Tehát, tehát nyilvánvalóan a szándék az, ami az is szándékteremtőtől jön. Mi, van más forrás? Hát kitől jöhetne, magyarabb? Tehát van bárminek más forrása? Tehát, hogyha nem a teremtőtől, akkor kitől? Hát nincs más rajta kívül. Akkor mi az én munkám természetesen? Ez egy nagy kérdés. Hogy összetapadjak azzal, akinél nincs más rajta kívül, de úgy, hogy tudjak mindenről, szabadlá váljak. Tehát ez nem egy passzív kapcsolat. Tehát tehetek bármit, amit akarok. El kell érnem azt, hogy nincs más rajta kívül. El kell jutnom egy ponthoz, ahol a gondolatom és a vágyamban hozzátapadok a teremtőhöz. És akkor a saját gondolataimat úgy fogom föl, mint az ő vágyait és az ő gondolatait. Ez azt jelenti, hogy én megteszem a munkámat. És ez jelenti azt, hogy a teremtő bennem lakozik, mert magamra vonom ugyanazt a formát, ami a fény. És akkor megszerzem a munkának a nagyszerűségét is, mert nem vagyok passzív. Éppen ellenkezőleg. Denis Moszkvából kérdezi. Tehát a teremtőtől kell kérni, hogy mutassa meg a helyes utat? De akkor mi a helyes út? Mi a helyes út? Tehát az embernek kérni kell a teremtőtől, hogy mutassa meg a helyes utat. De ez mi? A helyes út, mondja Rav, amikor én mindig az imában vagyok valójában. Én mindig kérésben vagyok. A teremtő engem pedig a vele való összetapadás felé vezérel. Tehát minden egyes alkalommal meg kell kísérelnem egy összetapadásban lenni vele, minden zavar fölött. Nekem meg kellene próbálni leválni önmagamról, és a zavarok, magyarabb, azok lehetnek olyanok, hogy hirtelen az ember kap egy levelet, hogy nyertem a lottón. Ez is egy nagy zavarám. Ez olyan, mintha az öröm zavarna meg. Tehát nekem állandóan összetapadásban kellene a teremtővel, hogy mert minden tőle érkezik, és mindezek fölött a formában megnyilván a zavarok felett, rajta kell csüngenem. Ami azt jelenti, hogy a gondolatoknak megfelelően, a cselekedetnek megfelelően, én az összes erőmmel, nyilván nem csak neutralizálom magam, hanem az összes erőmmel én megkísérlek, nem előtte vagy utána, megpróbálok pontos formát fölvenni, hogy egységbe legyek vele. És ezt hívjuk összetapadásnak. Azaz, tehát köztünk van az ego, az egy szeparátor, és az egón túlmenően, az egón keresztül én valóban ugyanezt a csekedet akarom, gondolatban, szándékban, vágyban, mint a teremtő. Ugyanakkor mindenféle időt eltolódás nélkül. Ez az, ahogy eljutsz az összetapadás cseppjéhez, ahogy ezt nevezzük. Okay.
De ki akar még kérdezni? Miért az ember szembesülne azzal, amit ő mondott? Ez azt jelenti, hogy az embernek meg kell kapni a vágyat, aztán amikor elveszi tőle a vágyat, tehát a barátok így vagy úgy kezdenek el körülöttem megnyilvánulni. Tehát nyilvánul nekem érezem kéne, hogy működik a teremtő. Az egyfelől játszik velem, ami jó, másik felől viszont nem tudom, mit kell tenni valójában, mert a teremtő játszik velem. Hogy mit kell tennem, nyilvánul az le van írva a könyvekben. Tehát nyilván olvasd el a könyveket, és akkor meg lehet, hogy mi van oda leírva. Tehát mondom, hogy nektek mindig önmagatokat arra kell irányítani, hogy nincs más rajta kívül. Azaz, neked kell egy hely, természetesen, hogy minden alkalommal arra koncentrálj, hogy összetapadásban legyen a teremtővel ezen a játékon keresztül. De hogy eljutok egy állapothoz, amikor valóban vele akarok már csak összetapadásban lenni? Hát ez megtörténik, tehát először kövesd azt, ami le van írva minden egyes állapotban. Tapadj oda, hogy nincs más rajta kívül, ez az egyetlen állapotod most. A többi meg majd eljön, ha jól csinálod. Oké. Tehát meg kell kezdenem a munkát, ami a teremtőnek való ellenállás jelenti, nem? Tehát nekem kell cselekednem, nekem kell végrehajtanom dolgokat. De nekem általam, meg kell tartanom azt az agyat magamban, hogy az ő ellenében kell ezt fenntartanom. Ez a munka. Ha egy bizonyos állapotban vagy, tartsd ezt fönn. Hány Mirzsámből kérdezi, mi a különbség a között, aki a királypalotát nézi, és aki bent lakozik? Az, aki már a palotában van, meg aki, az, aki bent lakozik, az tudja, hogy elérte a teljes korrekciót. Az lakozik a házban. Az, aki kutatja ezt a házat, már néha látja is. Az egy kutató, aki keresi azt a mértékű vágyat, amivel a teremtőhöz tud tapadni. A palota az a vágy, nyilván. Amikor eljöttök egy olyan állapotba, hogy a teremtett lények szeretetén keresztül elkezdek egy templomot építeni, és ebben megtalálom a belső erőt, a belső formát, amit a teremtőnek fog tekinteni. És hogyha előbb vagy utóbb elérjük ezt, akkor ezt azt is mondhatjuk, hogy valóban összetapadásban vagyunk egymással, testvéri szeretetben, azaz a teremtett lények szeretetétől eljutottunk a teremtő szeretetéhez, ez azt jelenti, hogy benn vagyunk a király palotájában. Hogy a helyhála paloták és minden az az egyéni lélek építésre szolgál, amit a palotában érzékelünk. Ez az az edény, ugyanis ebben fölfedezhetjük a teremtőt. Nikolaj kérdezi Moszkvából, a moszkvai kezdőcsoportból, a mi fizikai életünk az elő megvatázott teremtő által. Akkor le tudunk mi nyugodni egyáltalán, hogy spiritualitásra foglalkozhassunk? Nem. Egy különleges állapotban vagyunk, amit úgy hívjuk, hogy mi világunk, ahol mind a fizikai életed, mind a spirituális életed meg kell élned, a családodat, a munkahelyedet, mindent, és biztosítanod kell, hogy mindez egyszerűen arra szolgálja, hogy elérd a teremtővel összetapadást. Tehát ezt a folyamatot fönt kell tartanod, és ez nagyon sok ellentétes állapot fenntartását követeli tőled. Türelmet követel, és egy megfelelő hozzáállást, nagy támogatást a környezettől. Tehát, hogy mindezen keresztül tudj menni. Te felülről van, akkor mit kell itt tennünk a csoportban, vagy a terjesztésben, vagy a tanulásban, kérdezhetnéd. De annak érdekében, hogy a teremtő megadja neked a valódi lehetőséget, hogy befolyásoljátok egymást, ez mindenkinek meg kell felelni egy adott feltételrendszernek,
amelyen keresztül a teremtő befolyásolni tud téged, különben nem tud befolyásolni. Tehát mondhatjuk, hogy ezek a feltételek is meg kell, hogy feleljenek a teremtő befolyása mértékének. Mert ez is a feltétel is a teremtőtől jön meg, és hova akar jutatni ezáltal. Tehát minden. Minden az embertől, akkor mi függ az embertől? Majd akkor fogod ezt pontosan megérteni, ha összetapadtál vele, mert az összes kérdések, amiket érzel most, azok alaptalanná válnak, és csak amikor már képes leszel világosan érezni a saját edényeidben, hogy mit jelent az, hogy nincs más rajta kívül, akkor fogod megérteni, hogy miről szólt a játék. Ezért kell neked térni, és időn kívül hinned abban, hogy ez lehetséges, hogy fölé tudsz rugaszkodni. És az elejétől a végéig valójában egy helyen történik minden, egyetlen pontban. Hiszen abban a pontban benn van az idő is, meg a nem idő is. Tehát csak amikor az időben van, nem tudsz az idő felett gondolkodni. Ugyanabban a pontban. A gondolkodásod a végtelen, mondja Rav. A belső életed tud végtelenné válni. És akkor felszereteled ezt, és összerakod egy másik világban. Oké, a fiatal csoportból kérdezi valaki Moszkvában megint, a kezdő csoportból, hogy az ember... Tehát amikor jót és rossz állapotokat megkülönbözően megy át, akkor is önök kell imádkozni. De mit jelent ez? Rav. Tehát mind a jó állapotokat másképp tudod megfordítani, tehát a munkának folyamatosnak kell lenni, és egy ándó imának. Te neked mindig a teremtőhöz való kérés kell fölemelni, és nem is szabad abba hagyni a dialógust vele, egy pillanatra se. És ennek eredményeképpen, mondja Rav, kezdek el én valóban létezni. És hanem egy dialógus, nem is egy dialógus ez. Én minden pillanatban annak kell, hogy szenteljem magam, hogy nincs más rajta kívül, jó és jó cselekvő, ő az első és ő az utolsó. Tehát nekem mindig azt kell letisztáznom az összetapadásnak azt a pontját, amin keresztül ez a standard kialakul és fenntartható. És nekem egy folyamatos munkát jelent ez a teremtővel, ez egy belső munka. És ez az, ahogy nekünk közelíteni kell a korrekció felé. Ezért van mondva, hogy az embernek egész nap imádkoznia kell, és mindig az kell tapadni, hogy nincs, aki kívül nincs is más. És így kell az életünkre tekinteni, hogyha mi ezt így tesszük, mondja Rav, akkor azzal a feltétellel, hogy mi mindig az edényt keressük, ami a teremtő feltárásra szolgál, ami a mi együttműködésünk, ami kölcsönös garanciánk, az árvotunk, ha mi állandóan a teremtőnek címezzük ezeket a kérdéseket, hogy valóban összetapadást akarunk kiépíteni vele az edényünkben, tehát mindent azért építünk, hogy vele összetapadjunk, akkor egy nagyon rövid idő alatt sikeresek lehetünk. De ez azt igényli, mondja Rav, hogy mi mindig vele legyünk kapcsolatban, amennyire csak lehetséges, együtt legyünk vele, mindannyian egymásra tudjunk gondolni, támogatni egymást, senki nem szabad, hogy kiessen ebből, és ez az, ahogy el kell jutnunk az összetapadásra a teremtővel. Ez az egyszerű dolog, az a teremtő és a teremtett lények teljes összetapadása. Tehát ennek egyszerűen meg kell történni. Az egész probléma, mondja Rav, az a felkészülés, a fókusz, a sürgetés, minden dolog valóban a teremtő felismerését megelőzi. De az embernek kell hozni egy döntést, hogy megteszem, hogy ezt én akarom. Ez a belső döntés a leglényegesebb. Még van egy kérdés. Kérdeztetek a workshopról valamit? Igen. Vasárnap. Volt a reggeli leckénk, és beszéltünk a négyes leckének a kérdéséről, nincs már sajta kívül, és hogyha én nem teszem magamért, akkor kiteszem meg értem. De hirtelen a kört elérte egy érzés,
hogy mit jelent ez a két ellentmondásos koncepció. Tehát amit kérdezni akarok, hogy van-e lehetőség arra, hogy igazán felfüggjük értelemmel ezt a problémát. Tehát én kijövök azzal a workshopra az a lehetőséggel, hogy nem tudom felfogni, hogy mit jelent az, hogy ő jó és jó cselekvő, és nincs más rajta kívül. És akkor az az egyetlen hely, ahol ezt felfoghatom a barátokkal a workshop, és akkor ezt úgy érzem, hogy érzem, abban például, hogy kiléptem a workshopból, szóval eltűnt. Akkor mi a kérdés? A kérdésem az, hogy ez valóban így van-e, a másik, meg így van, akkor hogyan tudjuk ezt az érzést, ezt az állapotot, ezt az ellentmondást fenntartani? Tehát mit tudok tenni annak érdekében, hogy állandóan fennmaradjon ez a két ellentétesség? Mert ma beszéltünk erről, de hogy fogom ezt a megértést fenntartani, ahogy haladok előre? Nem kell visszatérni soha semmilyen állapothoz, mondja Rav. Tilos is ezt csinálni, ha tanulod a kabalát. Tehát neked a következő állapotra kell koncentrálnod, mindig az előző állapotról. Annak kell megtörténnie. Tehát neked nem kell még egyszer gondolkodni azon a tízes körben, hogy mi történt az előző állapotokban. Tehát a felső fény nyilván segít kiépíteni mindig egy új szintű kapcsolatot, és ez a teremtő feltárásának az új vagy a végleges helye lesz. Tehát vannak állapotok a teremtő összetapadásban, melyekben azt látjuk, hogy az ember nem érzi, hogy bármit tennie kéne, vagy tehetne, minden a teremtő csinál. Aztán egy másik szélsőséges állapot, mondja a srác, amikor az ember, aki, hogy állandóan tennem kell valamit, tehát állandóan bombázza a teremtőt, hogy történjen valami. Tehát mi a különbség a két állapot között? Hogy lehet ezt elérni? Tehát egyfelől én a teremtővel vagyok összetapadva mind a két állapotban, mégis egyszer úgy érzem, hogy nem akarok tenni semmit a világban, másodszor meg szét tudnám repeszteni ezt a világot. Rav. Itt nem úgy van, hogy az egyik az ellentét mond a másiknak, tehát hogy minden állapot, meg karakter, meg minőség, szívbeli pont, meg a sors. Ezek teljesen másképp nyilván meg az egyik állapotnak a másikban. Nem lehet összehasonlítani ezt. Tehát... Tehát neked másfajta módon kell együttműködni a többiekkel. Úgy kell lépned a spiritás felé, hogy érezd, hogy ez valójában a közöttek lévő viszonyt változtatja meg. Az a spiritualitás. Tehát mivel mindenki az előző gyökeréhez kell, hogy kapcsolódjon, az ellen van egyik a másiknak, tehát ennek így kell működnie. Oké, de én természetesen értem ezt. Tehát olvasom a cikket, a teremtő ezt tervezte, vagy azt tervezte. Tehát az ember ebben az összefüggés rendszerben hogyan érzett a szükséget, hogy fölemelkedik valaminek, és egy új hiányt ragad meg a teremtő. Játszik az emberet, ez amit a teremtő tesz, nem? Mi a kérdés, mondja? Nem értem, hogy mit akarsz. Miért van az, hogy az ember kétszer rohangál? Én ezt nem tudom. De ez nem egy kérdés. Ezért nem tudok törődni, hogy te hogy látod. Tehát azt mondom, hogy az emberek minden egyes állapotban, ezt magyaráztam, tudniak, hogy a teremtő játszik vele, és minden azért történik, hogy a teremtő ezt tapadj, hogy miért így csinálja, nem érdekes, ezt nem fogod megtudni soha. Neked egyet kell tudnod, hogy mindig a korrigált állapot felé taszít téged minden. Tehát miért azon gondolkozol, hogy mit csinál, miért ezt csinálja éppen veled? Mert az internetusod el van foglalva a lényegtelen hülyeségekkel. Nem, az egy egyetemi módon próbáld megérteni, mi történik. Neked nem az a lényeg, hogy hogyan csinálja, hanem az a lényeg, hogy minden pillanatban létezik, minden pillanatban magához akar kapcsolni. Ez az úrral való munka. Intellektuálisan meg úgyse fogjuk megérteni a büdös élve, hogy mit csinál. Csak a korrekcióban fogod megérteni, amikor vele együtt lengesz, együtt rezegsz. Tehát az ilyen kérdésnek értelmetős föltenő, hogy teremtő miért ezt csinálja, vagy azt csinálja. De honnan tudhatnánk? Hát honnan tudhatna bárki ezt, mondja? Mondhatnánk mindenféle hülyeséget, mondanak is, mondja. Tehát a pszichológusok és mindenféle okosak mondanak ilyen dolgokat, hogy mi miért történik. De valójában senki nem tudja. Higgyétek el, senki. Tehát a tudásnak a lényege az nem a tudás.
lehetetlen tudni, mert minden az általános edénynek a mozgásától függ, amiről fogalmatok sincs. Nekem se. Tehát senki nincs, akinek lenne személyes együttműködés, vagy sorsa, így vagy, vagy amúgy. Mondja tovább meg nekem. Tehát vannak emberek, akik ilyen vannak Afrikában. Miért van az? Vagy bombáznak ők valakiket, és meghalnak. Vagy mindenféle más csapásokat menjünk egymással. Miközben mi itt ülünk egy kényelmes székben, és tanulunk. Miért van ez így? Hát válaszol meg ezt valaki már. De mi ezt nem kérdezzük, mert nem tudunk belőle semmit. Egyszerűen nem tudjuk a választ. Tehát minden spekuláció az erre utal, vagy így, vagy úgy történik. És mindenkinek a saját munkát kell megvalósítania. Annak érdekében valóban korrigálni tudja saját magát. Azaz, hogy helyes valóság felismerésben legyél. És akkor talán többet fogsz tudni, mert egy kicsit most úgy néz ki, hogy nem fogsz tudni semmit. A kérdés, hogy mi az életem értelme, az magában foglalja ezt a kérdést is. Az egész kérdés ugyanis pontosan arról szól, hogy a teremtő mit akar tenni vele, tehát a teremtőnek a kormányzása hogyan működik, az ő gondviselése hogyan működik. Hát ez a kérdésnek a lényege. És ahhoz, hogy megtud, de ezt korrigálnod kell magad. Az ő szintjén. Mert akkor fogod tudni, hogy mi az ábra. És a teremtőt is fogod érteni, mert valójában ők a te terveidé fognak majd válni. De előtte föltenni ilyen kérdést, teljesen felesleges. Kérhetsz természetesen ilyet, de ez a okos emberek kutakodása, ami sehol nem vezet, amire nem is lesz válasz soha. Hát látjátok, az egész világ ebben a hibában vergődik. De hogy így csinálja, vagy úgy csinálja, mert miért így csinálja, teremtőben miért úgy csinálja, hát ki fogja ezt megtudni, soha nem fogjuk megtudni, mondja rá. Jó. Na akkor azt az órát,